Az úszakordok különleges és egyéni hangzást biztosítanak, már a klasszikus zenében is sok helyen használták őket. Ismerkedjünk meg az elméletükkel és felépítésükkel, keressük meg a fogásaikat gitáron, és beszéljünk a zenében való szerepükről. A szuszakordok mindig terc nélküliek, tehát se nem dúrok, se nem mólok. A tercet a két szomszédos fok helyettesíti, vagy a negyedik, vagy a második fok. Ezek alapján beszélhetünk szusz 4, illetve szusz 2 akkordokról, F, illetve D hangokkal, és használjuk őket 7-es akkordokban is, ekkor 7 szusz 4 jelölést kapnak. Fogjunk meg néhány szusz akkordot. Ugye ez egy A alaphangú akkord, viszont mivel nincsen benne terc, azért se nem A dur, se nem A moll, van benne viszont egy H húr, az az A-hoz képest a második fok, ezért ez egy szusz 2 akkord. Hogyha a szusz 4-et akarjuk megfogni, akkor az A-nak a negyedik fokát, azaz a D-t kell beletennünk. Az a lényeg ezeknél a szusz akkordoknál, hogy a terc nem lehet benne. Itt van például egy ilyen akkord, aminek az alaphangja fisz, és benne van a H hang, ami annak a negyedik foka, tehát lehetne ez egy szusz 4 akkord, viszont benne van a terce is, és emiatt már nem hívhatjuk szusz akkordnak, hanem mondjuk egy moll 11-nek. A legjellemző példák egyébként ilyen klasszikus rock dalokban is megtalálhatók. Itt egy másik példa. Ez az akkord érdekes nekünk, aminek az alaphangja egy cisz, viszont nincsen benne terc, hanem van benne egy második fok. Viszont benne van a negyedik fok is, tehát ez ilyen duplán szász akkord, második fokkal is és negyedik fokkal is, tehát körülírva a terc. Amellett, hogy ezek a szusz akkordok igen érdekesen szólnak és jó lehetőségeket kínálnak mondjuk akkordkörökben is, vannak ilyen speciális funkciójuk is, mint például a késletetés. Hogyha mondjuk van egy olyan akkordkörünk, aminek a végén, mondjuk az utolsó két ütemében két ötödik fokú akkord található, akkor az egyiket ki tudjuk váltani egy ilyen szusz akkordra, és akkor kapunk egy ilyen késletetős hangzást.